Sziasztok! Csányi Zsófia vagyok, az Uglói Egészségfejlesztési Iroda munkatársa, és a mai témát, amit hoztam nektek, az nem más, mint a stresszevés. Volt már veletek olyan, hogy nem voltatok éhesek, de úgy éreztétek, hogy szívesen ennétek valamit, kimentetek a konyhába, kinyitottátok a hűtőt, találtatok benne kedvetekre valót, vagy hogyha idegesek, feszültek voltatok, netán valami jó dolog történt, akkor ettetek egy kis csokoládét, vagy valami rákcsálnivalót jutalomként. Ilyenkor ugye az étel úgy jelenik meg, mint egy élvezeti cikk, egy jutalomforrás. Kétféle embertípus létezik, hogyha a stresszre adott táplálkozási reakciókat nézzük. Az egyik az, amikor valaki stressz hatására teljesen begörcsöl, befeszül, nem igazán megy le egy falat se a torkán, hogyha igen, akkor nagyon gyorsan kimegy belőle. És a másik típus az, aki viszont ilyenkor eszik, bármi, ami jól esik neki, jó lakottságérzéssel tölti el, azt mind megeszi, és nem ismer határokat. Szakemberek szerint, hogyha nem bírunk gátat szabni az étkezésnek és szenvedélyé válik, akkor ennek számos oka lehet. Az egyik ok, hogy olyan anyagok vannak ezekben az ételekben, amelyek elősegítik a függőség kialakulását. A különösen ízletes ételek megváltoztatják az agy működését, és arra kondicionálnak, hogy folyamatosan keressük ezt az ingert. A túllevéshez zavarnak lelki okai is, vagy múltbéli okai is lehetnek. Hogyha valaki erősen megélt érzelmekkel van teli, vagy stressz hatására, konfliktus hatására úgy érzi, hogy szüksége van, hogy egyen a normál adagnál többet, akkor itt is jóleső érzéssel teszi, akkor itt már a biológiai szükséglet átvált örömforrássá. Ez általában ez a fajta megküzdési stratégia gyerekkorra vezethető vissza. Fontos feltenni magunknak azt a kérdést, hogy milyen megnyugtatási módokat keresünk magunknak, hogy valóban az a szituáció, ami benne vagyunk, a stresszevés megoldás lehet-e arra, valóban kisebb lesz a feszültség ezáltal, éhesek vagyunk-e, és hogyha ezekre abban a pillanatban tudunk őszintén válaszolni, akkor lehet, hogy ez tudatosodik bennünk, és abban a pillanatban nem tesszük meg azt a lépést. Egyébként gyerekkorunktól kezdve rendkívül sok érzelem kötődik az evéshez. Itt van már az első, a biztonságot nyújtó anyatej, aztán ott vannak a családtagok, akik szeretetüket fejezték ki egy ajándékkal, édességgel, vagy jutalomként jó jegyért kaptunk csokit, vagy ott vannak a családi ünnepek, születésnapok, úgyhogy az étkezés az nem csak biológiai szükséglet, hanem hagyományok, szokások kapcsolódnak hozzá. A problémát a kiindulásnál szükséges kezelni, a kiváltó okot megszüntetni. Mindenképpen fontos tudatosítani magunkban az érzést, hogy mi volt ez a sürgető sóvárgás, stressz, frusztráció vagy unalom, esetleg más érzés, amely kiváltotta a túllevést. Fontos, hogy azonosítsuk a stressz forrását, hogy könnyebb levezetést tudjunk találni neki, például csoki evés helyett megiszunk egy pohár vizet. És fontos azt is megvizsgálnunk, hogy tulajdonképpen miért ettem, miért nyugtattam meg magamat, miért volt szükség rá, valójában mire van szükségem, mire vágyom most. Érdemes lehet feltenni ezeket a kérdéseket, mielőtt túlevésbe torkollik az étkezésünk. Én ennyit szántam most nektek, remélem, hogy tetszett és figyelemfelkeltő, elgondolkodtató információkkal tudtam szolgálni. Hogyha szeretnétek több információt, érdekességeket, akkor kövessétek a Zefi oldalát, és YouTube csatornánkon is több videót találtok meg. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Az online program a Vekop
7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.